Oda nézd! Ez micsoda jó hely! Fanny, te tényleg jól állsz, overenál! Jó reggelt! Nincs büdös! Ah, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Fülöp Attila, Nappalos csoportvezető. Bárdosi Sándor, a Bárdosi család. Hány kollega érkezik, hogy ilyen lendülettel? Meg én vagyok. Üdvözletem, Bárdosi úr! Elnézd, Dávid, alvázas. Alvázas. Az alvázasok nálunk a vasútnál, mert én ott voltam azért inas koromban, és ők mindig koszosak. Általában így szokott lenni. Igen. Most is ez lesz. Alvázon fogunk kezdeni, jó? Kötelező védőfelszerelést átadom. De most hagyd kérdezzem meg, ebben a... Ez egy vadiul csarnok. Ezt nem tudtuk nem észrevenni. Igen. A vadiul villamosokat gondolom, akkor itt javítják, nyilván, mert ezt sem tudtuk nem észrevenni. Így van. Tehát ez az egész létesítmény emiatt lett ide építve, lényegében, hogy ez korszerűen és tényleg hatékonyan tudja a társaság karbantartani? Hát nagy részében igen. Más részében pedig a régi kocsiszín már nagyon öreg volt, tehát már ideje volt bontani. Bemutatnám a csarnokot, kettes csarnok jelenleg, ahol vagyunk, karbantartás itt folyik. Itt láthatjuk a lakatos műhelyt, bocsánat, előre lépek. Persze, te tudod a járást. Ú, de jó. Szeva! Hello, sziasztok! Itt dolgozik a kollega. Alkatrészmosóba mossa épp a kiszerelt alkatrészt. Zégergyűrű mosás. Hú, de ez jó üdös. Minek... Hát nem egy illatos. Minek a gyűrűje? Zégergyűrű, ez egy rögzítő gyűrű, de valójában ez egy automatod. Mekkora? Igen, ez ilyen XXXXL-es. Hát ez vasút, igen. Jó, ez mi jut eszembe erről a szagról? Ez petróleum. Ez sima petróleum? Nekem az jut eszembe erről, hogy petróleum. A lámpa. Lámpa. Következő műhely, ez egy szerelőműhely, itt a kaffosok dolgoznak, ugye nálunk vannak, külön a kaffal érkeztek szerelők, a villamos maga. Ha, ez nem kombinó? Igen, nem kombinó, ez kaff, és ugye ameddig garanciális a villamos, addig ők felügyelik, mi tartjuk karban, de ha olyan dolgot találunk rajta, ami garanciális hiba, azt ők javítják. Egyébként ez a villamos, erről mit kell tudnunk? Mert nekünk ez csak kombinó az utasoknak. De akkor ez nem is kombinó erő, nem, ez a kaff villamos, így van. Ezt hol gyártják? Ez Spanyolországban. A spanyolok csinálják? Zaragozában, így van. Igen, és... Hogy gyártják? Hát jelenleg az egyik legmodernebb nálunk. Hát a kombinónál modernebb? Modernebb. Ezen nincs a mosoly. Ez biztosan tudom, a kombinón van. Vagy éppen bajusz, ezen nincs? Hát nincs, nincs. Nekem tehát is olyan csapott az eleje. Festve nincs, de azért fel lehet fedezni benne, majd meglátjuk a villamos elején azt a mosolyívet. Mitől modern egy villamos? Mitől jó? Hogy lejön így a lépcső? Vagy... Nem, hát ott kezdjük, hogy alacsony padló, ugye ez követelmény volt ma már, hogy mindenféleképp alacsony padlós legyen. Ugye a megállókban Járdasziget az teljesen. Egységben van, könnyebb bekiszállás, és egyébként meg számítógép vezérelt az egész, úgyhogy... Nem is kell hozzá ember? De kell, hogy ne kéne. Vannak rajta mechanikus részek is, nyilván ehhez kell. Kell az elektromos részhez is, ugye, mert a mérnökeink laptoppal tudják kiolvasni a hibákat, és úgy tudják javítani. Na de a működéséhez kell ember? Vagy csak azért van ott, hogy felügyel? Nem, a működéséhez kell ember, nyilván. Tehát kell egy vezető, aki... Így van, aki vezeti. Így van. Itt a kocsiszínben kipróbálhatom? Nem. Vezetői engedéllyel hozzá. Ezt akartam kérdezni. A vezetői, villamos vezetői engedéllyel, a kaff, a kombinó, ez ugyanúgy vezethető, vagy ez mindegyikre más? Nem, típus vizsgákat kell tenni. De a villamos vezetői az egy alap, és ahhoz külön típus? Így van, így van. Meg külön. Vonalismeret. Vonalismeretek, így van. Telephelyismeret. A vonalról le lehet térni? Nem, de rengeteg villamos vonal van. És az én feladatom, én vagyok a Nappalos csoportvezető, én ellenőrzöm a munka folyamatokat, tehát ők a karbantartó legények lemennek. Ugye most veletek együtt, lemegyünk a villamos alá. Az utca alvázas. Alvázas vagyok, nem akarom. Elkezdünk dolgozni, én meg ellenőrzöm a
Jó, a munkát. Azt nem lehet, hogy én ellenőrzöm, és akkor ő meg belebújik, és kiveszi a csapágyat, és tiszta, retek lesz, és nem tudom, hogy ilyet nem fog majd csinálni. Ma nem fog, de itt nem is lehetséges. Ahhoz még kéne egy pár év. Pár gumikereke van a villamosnak, de miért? Mégiscsak keréken gurul. De nem az, hát nem ezen gurul, hanem az, hogy ez olyan, mint egy bevásárlókocsinak a kereke, csak ez egy mérette nagyobb. Ez minek van ez? Azért van rajta kerék, hogy az életmentő, hogy folyamatosan ne érjen a pályához, hogy ne kopjon le teljesen. Életmentő, mármint? Ez a villamos ez előtt az gurul? Nem, hát itt így. És amikor leérne az eleje, akkor ez fölfogja, és akkor megemeli egy kicsit, hogy ne érjen le. Nyugodtan emeld meg. Ez így mozog? Igen. És akkor ez hogy menti meg az életet? Nem tudok alá kerülni, mert itt van ez. Ő? Illetve ő. Itt elől ez a gumi. Mondjuk mindenre nem gondoltak, bocsáss meg, én láttam már autóból, ahogy a most szerintem kombinó volt, a kombinó át ilyen kapaszkodva fiatalok utazni. Hát jó, de... Ja, az a régen a túljázás volt úgy. Igen, túljázás, ezt mi is csináltuk. Ne! De hát ne haragudj, szülőként sokkoló nézni. Na. Hát nem baleset veszélyes? Hát de hogy nem. De az a kombinón tudnak állni. Na jól van. Baleset veszélyes, de viszont így van. Nem fantasztikus. És most itt hol vagyunk? Ez olyan alacsony padló, hogy itt már pár centivel fölöttem már járkálnak az emberek. Így van. Itt például látszik a kereken, a kerékjelölés. Igen. Ez az a lényeg, hogy ne legyen egyáltalán elfordulva, szóval fusson a két jelölés egymással. Itt a kék is, meg a sárga is, ahogy megnézzük, ez pont. Van pont, itt van. Kék igen, és egy sárga. És hova kell? Itt ő, és ő. Hát, ja, hogy a kettő egymással. Aha. Így, aha. Igen. Miért ez van, hogy elfordul a kerékben a futófelület? Igen, sajnos. Hát ez és akkor az nagy baj. Hát az nagy. Hát akkor jön a kerékcsőre. Igen, akkor megy, fölemeljük a másik csarnokba az egészet, aha, kiszedjük alulra a forgóvázat, kikötjük a kerekeket, kiszedjük és egy másik kerék kerül be. Fogd meg, legyél jó segít. Fögse éred. Jó, de már leszettem, hát ez már le van húzva. Ja. Igen, és akkor ezt most csak húzzam ki a vezet. Igen, ki kell belőle húzni. Belőle? Kell hozzá egy kis erő. Jaj. Rendben. Ezt már nem akarom elhajlítani. Elhajlítom, igen. Itt lesz a sűrített levegő. És a perc odaadom. Nyomod, drágám. Hogyne, ezt kirepülök. Meg van nyitva, rendben van. És ne. Akkor ott a... Ne. Nem, engedj. Ott a csőbe bele kéne fújni. Igen. Nem ott. A csőbe. A csőbe. Én ezt tudtam, te miért? Igen, vigyázz egy picit, légy szíves, mert itt fog jönni most a homok, hogy oda jön belőle. Vere. Oh, és ilyen nagy szemcsi homok. Igen. És ezt csak így lehet lepróbálni? Nem, fönt igen, a meg fönt is, amikor a fülkébe megnyomják a gombot, akkor szor. Elsősorban onnan indul az egész. És akkor a másikat is le kell oldanom? Persze, az meg a hátsó, azt is nézzük meg. Jó, akkor... Addig ne tedd vissza. Mert sokkal könnyebb lesz. Bocsánat? Ja, nem kell. Igen, az úgy így van, sokkal könnyebb hozzáférni. A másikat kérem. Az a baj, hogy erre nincsen ám időnk itt szórakozni, Ildi, hát itt munka folyik, ez nem izé. Hát mi nem, hogy ott fogtad meg egy jó mert férfi ránézésre tudja. Hát egy jó férfi ránézésre tudja. Sőt, súlyra tudja. Ugye az én feladatom ellenőrizni a fiúk munkáját, ha olyan van, akkor besegítek, ha valami belelakadnak. És az alvázas, az konkrétan azért alvázas, mert egészen itt van lent a villamos alatt? Igen. Külön vannak alvázasok, külön belsőn és külön a tetőn. És akkor mindenki itt helyben van? De mindenki ismer mindent, tehát általában ugye mivel napi beosztás van, minden délután írom a másnapi munkafolyamatokat, és akkor azért időnként cserélgetjük őket, hogy minden területet megismerje mindenki. Aha, és hogy érzitek, milyen a csapat? Milyen itt dolgozni? Itt valami csak férfiak dolgoznak? Most már igen. Volt régenben egy női kollégánk. Így alvázas? Nem, ő belsős volt. Belsős volt, igen. Egy női kolléga egy volt. Már sincs. De nem figyeltél. Azt mondta, csak szegélybe folytottam a szót, hogy milyen itt dolgozni? Nagyon jó. Na, a csapat az első osztályú. Tessék. Még életemben nem dolgoztam ilyen jó helyen. Amúgy. És ez most pulizni, horgászni. Most szombaton is volt egy összejövetel. Egyébként. Jövő hónapban megint összeugrunk bográcsolni. Voltunk már együtt airsoftozni. De király! De mert fiatalok dolgoznak többnyire?
fiatalabbak, meg idősebbek is. Az akkor az egy csapattal. Első munkahelyen, ahol szeretek bejárni. És nagyon én elég messziről, 50 km-re alébről járok be, és mégis. És nem félsz, hogy a vezetőként azért ez más lesz? Nem, mert ugyanúgy maradok itt nappalba, és csak délutánosként, beugrosként megyek kivezetni. Ja, beugrosként. Nem akarom itt hagyni a csapatot. Te jó fej vagy! Ezt tényleg szereted ezt a csapatot? Tényleg. Nagyon jó munkaerő. Szuper. Így van. Hát bár csak lenne még 70 ilyen ember, és akkor már meg is vagyok. Van még. Hát rajtunk ki, még van 15. És te hány éves vagy, Dávid? Én most vagyok 31. 31, ha. Na jó, Jó, de hát a nemi arány akkor is pocsék, tehát egyébként ezt lássuk be. Megoldjuk. És pont ezért működik. Megoldjuk. Bejön egy-egy, vagy egy nő. Hát pont ez. Hát szerintem azért vannak el ilyen jól, nem? Hát persze. Jó, akkor most bemegyünk a belsőre, belső munkálatokat megnézzük, jó? Mit megtanuljuk. Hát itt az ajtó belső. Uraim! Nagyon szépen köszönöm. Ilyen üres villamosra még nem szálltam. De menő. Mit kell, azt se tudod, mit kell ellenőrizni, hova mész? De beülök, kipróbálom. Na, kipróbálhatom? Van. Olyan kis csenevész ez az ülés, ez én. Hát, és mit kell ellenőrizni? De jó, az egy... Oh, hát egy a régi gracia. Ez a gázpedál. Mit csináltál? Ez robbanni fog? Mit nem, ez a csengő. Ez, nem a gázpedál volt? Ez a csengő volt, pályacsengő. De miért? Ez amikor... Figyelmeztetés. Mennyi ideleg a tambol? Így van. Ezzel fékezel. De... Nem, ezzel figyelmeztetett, hogy menjen arrébb. És a bal láb? És mi van, ha jó csajt látsz? Az meg a... Tessék? Ha jó csajt látsz. A megállóban. Akkor fütyülsz. Akkor duplán nyomok. Várjál, akkor van valami. Jó, jó. Figyelj már, és a bal az micsoda? Éberségjelző. Az mit jelent? Hát, hogy éber az, hogy nem aludtál el közben. Szóval miközben nyugodtan, nem fog csinálni semmit. Azon rajta kell, hogy legyen de a lábam. De mi úgy kell itt ülnöm? Hogy nyomod a bal oldali. Vagy mind a kettő rajta kell lenni a lábam? Nem. Nem. Az ennek nem. Az csak a csengő. Éberségjelzőt azt nyomni kell, vagy simogatni a kontrollert. Azt? Ezt? Igen, ott az oldalán. Oldalán van a... Ezt? Igen. Ezt a gombot simogatni? Igen, simogatni kell. De mi, hogy nem alszom el? Így igen, van. A vonatoknál is így van. Mert ha körülbelül egy ideig nem jelzel neki, akkor automatikusan megfog és leáll a villamos. Nyomd meg még egyszer, és hagyd úgy, kell egy kis idő neki. Most nyomd meg még egyszer, és már kívül is fog menni a hangszóró. Kívülről is tudok beszélni? Igen, külső hangszóró. Nyomd be, hagyd úgy, és akkor most behetszélhetsz. Okay. Ne, nyomja folyamatosan. Folyamatosan nyomni kell. Halló, halló. Hallasz? De ilyet nem szoktak. Nem? Nem, ilyeneket szoktak bemondani. Kérem, menjenek a villamos körül, jó? Mert indul a kocsi. Viszontlátásra, viszonhallásra. Ádám, szia Ádám! Sziasztok! Funkcionális vagy? Hát én igyekszem több lábon állni. Igen, muszáj. Meg hát úgy gondolom, hogy mindenhol hely tudok állni, úgyhogy ezt most ellenőrzöd, hogy a kapaszkodók kellően... Így van, hogy a utas tudjon rendesen kapaszkodni, hogyha véletlen a villamos megindul. De mi ez jellemzően? Ellopkodják a csavarokat? Vagy? Hát olyanra még nem volt példa, de ugye az idő során ki tudnak lazulni, és azért nekünk muszáj ellenőrizni, mert a kapaszkodás az fontos. Az kell. A stabilitás. És egyébként, hogy végigjársz azért... De csak nem unatkozol, nem? Nem, sosem. Nagyon jó a társaság, meg igazából itt tök jó, hogy több funkciót is el tudok látni, mert így változatos, sosem unalmas, úgyhogy én nagyon élem, szeretem. Te is ennyire szeretsz itt dolgozni? Szeretek. Hát már az évek azok ide. Hány éve vagy? Én már 3 éve itt vagyok, és ilyen barátias, nagyon családias a munka is. Mivel szoktatok szórakozni? Te is horgászni jársz, bogácsolni? Hát nekem picit autentikusabb hombim van, mondjuk. Na, mesélj! Így. De a horgászat sem rossz, de én amúgy zenélek, rappelek. No. Freestyle rappelek, meg verseket is írok, szóval ilyen... És ezt szoktad ilyen... mutatni valahol? Meg tudom mutatni. Mi kollégáknak szoktál rappelni? Szoktam nekik, ne. Nekünk, igen. Szoktam nekik. Jó nyomja a fiú? Jó. Nagyon. Jó. Ne, ebédeltek és akkor izé van? Hát akkor például a kajáról is, igen. Akkor ő a Buda őrsie, mi nem? A budafoki fiú. Budafoki. Igen, a budafoki. Picit feljérem. Egyébként azt tudod, hogy az Emi nem is itt dolgozott régen. Itt kezdte, kollégák voltunk, igen. Csak kirúgták, mert lopott. Én próbáltam, hogy ne bukjon, elpróbáltam falazni, de visszament itt a hídba. Figyú, mondok neked akkor 5 szót. Legyen jó, benne a Bárdosi. De ne legyen Bárdosi, nem, ez BKV-s rep legyen. De mondom, BKV, Bárdosi. Jó. Kolléga. Kolléga. Helyettesítők.
Helyettesítők, oké. Okay. Bárdosi, helyettesítők. Kollega. Kocsiszín. BKV. BKV. És kocsiszín. Jó. Téd a terep. Jó, oké. Okay. Megvan az ön? Én meg leszek a... A hangulat az itt most felemelő, de figyeld már, tök jó a jegykezelő. Beviszem a jegyet és meggyukasztom, itt van a tehetségemet, megmutatom. Megmutatom nektek, itt van ez a papaszkodó. Én meg vagyok a munkámhoz ragaszkodó. Imádom itt a srácokat, na meg vágod a szép lányokat. Itt van a Sanyi, vágod a Bárdosi. Aki ide jön, az a munkára rászokik, mert én szeretem ezt csinálni 3 éve. Mindjárt itt vagyok a képezetben, újra eljöttem. Nem megyek most haza, mert itt fogok dolgozni. Nagyon laza, nagyon laza. A sászuk nyomja, itt vagyok, jöjjön egy nagyon jó villamosba. Ebből már szerintem lehet, de... Igen, jó ez volt? Már jó volt! Jó volt, köszönöm. Ez előző is király volt egyébként. Ez sokkal jobb volt. Fia, Sanyinak áttér. Akkor haladjunk tovább a munkával, jó? Ő igazi főnök, úgy látom. Kell a buli, kell a buli, de azért koncentrálj. Csá! Csá! Kell a jó hangulat, de a munka az elsődleges. Jövünk. Hát igen. Igen. Jó, na és akkor most folytatjuk tovább. Gyerünk, gyerünk. Jój. Menjél már. Most megmutatjuk a tetővizsgálatot, hogy hogy zajlik, jó? Be fogtok szállni segíteni. Jó. Aztán. A villamos tetején azért ritkán mászkál a köznép, nem? Hát, eléggé. Nem tudtam nem észrevenni, itt a felső vezeték van. Azért ezt megközelíteni nem szabad már ennyire se. 600 volt, ha jól emlékszem. De itt teljes biztonságban vagytok, mert dupla biztonsági rendszer van. Itt ahogy kapu van nyitva a bejáratnál, itt a pódiumról, rögtön elveszi a 600 voltot. És addig nem is tudják visszaadni, míg be nem zárjuk az ajtókat. Hát, oké, a klíma itt van, de mi van még itt? Hát, több minden, hajtásvezérlés, kontaktorok. A klímák még elég nagy helyet foglalnak, ugye, azok a szürke nagy egységek, a klímák. Tehát gyakorlatilag akkumulátorok, minden fönt van. Tehát akkor ez maga az áramszedő, igen. Ezért hozzá a felső vezetékhez. Igen. Na most a felső vezeték csúszik ezen, ahogy persze. Megy a villamos. Persze. És erről kapja az elektromos áramot, tehát itt folyamatosan nagy áramerősség folyik át. Igen. Azt szoktuk látni menet közben, hogy szikrázik. Cánk, cánk. Na most, ugye ez egy szén léc, igen. Amin fekszik az áramszedő. Ez azért van, nem, hogy ne kopjon el az áramszedő idő előtt, meg a felső vezeték, és jobb legyen, gondolom, az érintkezés is. Sanyi? Hadd ide. Nagyon profi. Ne úgy! De jól csinálta. Ügyes egyébként, ügyes a lány. És ami még mozgó rész, ide is. Kenést is szoktunk tenni, ez gyakorlatilag a motorja, ez mozgatja le föl. Egyébként hányra jöttök dolgozni? Mindig ilyen nagyon korán? Igen, igen. Munkaidő az reggel 6-tól 2 óra 20-ig, ebből van 20 perc reggeli idő. És délutáni műszak nincs délutáni műszak? De van, de ők a váltócsoportosok, ők 12 órában vannak reggel 6-tól este 6-ig, illetve a következő csoport este 6-tól reggel 6-ig. Szuper, oda nézzetek, jó munkára volna, Sanyi? Hát jó. Ezzel más is ennyit el... Hát jó, hát először csinálom, ne viccelj már. Előszörre is gyorsabbak voltak. Kösz szépen! Ej, de büszke vagyok. Most már tiszta levegőt fognak szívni az utasok. Egyébként ez tök jó utasként látni, hogy engem ez most megnyugtatott. Igen. Hát nyugodjanak is meg az utasok, ne idegeskedjenek. Vegyenek jegyet! Mert nem véletlen van ám a jegyár, hogy tiszta legyen a levegő, hát meg jó, a kocsi, meg kell, biztonság, meg minden. Hát itt akkor a stábban dolgozunk mögöttük, hogy ezt el nem tudom mondani. Az utasokért? Hát az utasokért, még kiért, nem magunkért. Hát nekem jó lett volna, hogy koszosan is. Hát nagyon köszönjük, hogy beleláthattunk a működésbe, a közlekedési vállalat működésébe ilyen szinten, és nekem ez nagyon nagy biztonság látni, hogy tényleg ilyen elhivatott emberek úgymond tartják életbe ezt az egészet.
imázni, tényleg sokkal jobb felszállni bármire. Mert gondolom a metrónál ugyanez van, hogy ott is megvannak azok az elvetemült arcok, akik tényleg imádnak ott dolgozni és ott csinálják. Remélem, hogy majd abba is bele fogunk látni. De én nagyon köszönöm nektek, hogy megmutattátok. Nagyon köszönöm, hogy nagyon beállhattunk. És hát remélem, hogy... köszönjük szépen. És tök jó, hogy itt ilyen csapat van. Igen. Ennek külön örülök. Szuper. Ez a ti érdemetek is, akik a csapatot alkotjátok. Így van.